miről is lenne szó, mert én kaptam tőletek egy e-mailt, és az e-mailben az volt, hogy foci, foci, foci. Na most, aki engem ismer, és aki tudja azt, hogy én na fociban mennyire vagyok otthon, ha nekem kell dönteni, hogy foci vagy divatbemutató, akkor a divatbemutató mellett maradok. Miről lenne szó? Egy országos jótékonysági juniális programról lesz szó. Erre szeretnélek sok szeretettel és tisztelettel meghívni téged és csapatodat. Engem a felkértek életem során sok mindenre, de az, hogy engem valaki felkér futballozni, drága kenyér, én meg a futballozás. Hát azt sem tudom, hogy hogy kell a labdát rúgni, hogy hogy vannak a beosztva az emberek. Neki a foci, az ott megállt, hogy David Beckham. David Beckham hogy néz ki, és David Beckham mit vesz föl, az oké. Okay. De hogy rúgja a labdát, az őt nem érdekli. Majd kiderül ez két-három életemre. Gyerekek! Azt mondjátok meg, hogy egy foci csapat hány emberből, amely ehhez is buta vagyok. 11. Mivel hogy ez kispályás lesz, 5+1-ből fog állni maga a csapatok. És kb. 20 csapatot várunk az országban. Azt mondd meg, hogy a labda az kerek egyébként, mert nem tudja. Szerintem még én is jobban tudom, hogy mikor van les esetleg, hogy vagy hogy milyen helyzetek vannak a fociban, vagy hogy hányan játsszák a focit, vagy tulajdonképpen ahhoz egy labda is kell. Ezt én tudom, de a győző nem tudja. A romák mindenféleképp téged akarnak. Veled akarnak focizni. Hú, ez mekkora sikire. Sőt, most mondok basszus. Neked még valamit, hogy a Bia asszonynak kell, hogy főzöd. Bográcsba. Mert mivel hogy ez egy kulturális program lesz, meg ott a vágóhelyzet is nálasz, hát akkor én nem megyek. Vagy a Bea asszony megy, vagy én. Azt akkor én nem vallalom, hogy a Bea ott legyen, az kiröhögjön, ahogy én elesek. A mai vigyázik én Bea-ra. Hogy kell? Én nekem főzni nem megterhelő, de győzőnek megterhelőbb focizni szerintem, mint nekem megfőzni. Majd most itt a lehetőség, hogy tanuld meg, hogy rúgod el a labdát. Hát nem tudom, gyerekek, hát köszönöm szépen a megkívást, elfogadom. Elfogadom? Gyertek! Na gyertek, bemegyünk, bevásárolunk, gyerekek! Méltóságos beasszony maga jön, mert úgy nem tartotta magad második Erzsébet királynő, mint maga. Jó, mondja édesanyám, fiam, te megtaláltad a leggizdabb asszony Magyarországon. Igaza van anyamnak, meg apámnak. Csukja. Annyira fellelkesedtem, hogy rögtön mondom, asszony, menjünk a sportbódba, mert én ide szoktam járni a sportbódba, mindig itt szoktam venni a fűmagot, meg minden. No, mondom, bemegyünk, ha lesz már lapta, meg lesznek jó dolgok. Nagyon buta vagyok, és nem értek hozzá. Én olyat szeretnék, hogy foci csapatot akarok összealkotni és megszervezni. Emil, mit csinálsz ma? Nézegetem a személyeket. Azt nézegetem, hogy tudod, milyen? Gyerekek, beszélhetek, az egyik telefonál, a másik görkorcsolja azért. Na. Ide figyelsz már, mert te is részese vagy ennek a csapatnak. Igen, figyelem, csapatot csesi. Csapatot szeretnék létrehozni, azt sem tudom, hogy hány emberből tagódik, meg hogy van. Messz kéne nekünk otthonra futballlabdával gyakorlunk, mérleg, vagy hogy hiak, azt dekázol, vagy mérlegelünk. Dekázni kell, futballlabda, kéne nekünk kesztyű, kéne nekünk kapus, mert én leszek a kapus, hogy a melljemet meg. Aha, mi van? Ilyen kéne egy komplet be. Ennyi, jó, de okosabb éjjel, nem hiába. Ennyi. Ez jó. Ugyanez kéne nekem. Na, mostantól az életemben minden a felkészülésről fog szólni, a fociról, a világbajnokságról, és az, hogy Gáspár győző és csapata igenis 11-0-0-ra győzzön. Jó, a gyerekkoromban mindig előálmodtam, hogy egyszer legyen egy rollerem. Mennyi ma van egy kört olyannak? Ezt ki lehet venni, vagy nem? Jaj, jaj. Adj neked egy nagy roller. Úristen, fölborítottam a roller. Ilyen nehéz fog ma, amíg milyen nehéz. Na, dobjad édesem. Ijjaj, de nehéz! Ne! Ki ne üssé, ne! Emil! Fejezd már be! Itt vagyok én is, annyira ne dobálhatom. Ja, Isten is biztosítása nincs neki, Istenünk. Ijjaj, de szerettem volna. Most komolyan kérdezem, hogy ez milyen sporthoz való ez a labda? Hát a medicin labda bármihez. Medicin? Igen. Ezen a... Akkor melláttam a rollert. Jaj, drága jó Istenem, de sokszor írtam a Jézuskának levelet, sose felejtem el. Drága Jézuskám, ha engem szeretsz, küldesz nekem egy lollert. Jaj, de jó, akkor azt a lollert kérjük, ha? Jaj, de jó, egész este lollerozok, nem foglalkozok veled. Loller. Na, akkor kezdjük. Standard. Na, fújt a tolcshelye. Na, szeretnénk labda. Akkor labda. Először labdát szeretni. Vigy azon a csahelye. Na, melyik legyen? Emil, ez jó, ez ő, jó, ez a jó színe, jó, de fajn. De csak vigyázz, hagyj üsse le ki. Na, no, mondjuk izé. Na, gól! De akkor mondjuk, nem labra, labra, tigyázz. Gól! Ne, ne. De az mi? Na, de Marit, hajj!
Figyeljél, hát normális vagy, hát kivered az eladónak a foga? Na te vagy még értelmiség, bocsánatot kérjük. Te ezt halkabban nem tudod elmondani? Na várjál, mert te tudtad, hogy akarod már dekazni, de csak dekazza. Jó vagy, mi felé? Na te dekazta. Na Bea, na te tudod fotiszta. Na te jó, na atkozz, ne azt tudsz az uradot. Egyet tudok vagy kettő. Új, de jó. Merjük szét a botlában. De ne tettessével. Ezt ilyen hova szoktak vinni? Elnyívést. Ilyen hova szoktak vinni? Vizi nudlit. Vizi nudli? Medencébe. Vizi nudli? Igen. Bea, hallottam ilyen sportot? Vizi nudli. Ebben kéne a fejét neki, jó? Emil, ha még egyszer megütöl a vízi nudli, ezt kérjük, hát ez nagyon jó, ez hosszú. Szaladsz is mindig elérnek, asztalt. Szeretett, ha vastag még nagy, ha ott le, mit? Hát vigyem ezt gondolni. Bele sem ezt gondolni. Én nem tudom, én 40 évesen lettem kisgyerek. 40 évesen élvezem ezeket az olcsó játékokat? Igen, élvezem. Miért élvezem? Mert gyerekkoromban nem volt. Hullahoppozni akarok! Üss, te barom! Te állat! Üss! Tessék a vízinudli! Háj, vízinudli, ja! Ez az! Ne. Gyerekkorom óta hullahoppozni akartam! Hulla, hulla, hopp, hopp, hopp! Én nem tudom, hulla, hopp, 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 hopp! Hulla, hulla, hopp, hopp, hopp! Hulla, hopp, 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 hopp. Hol is? Gyerekeknek álma. Én, amit ki lehetett, kipróbáltam anno, ő, amit nem próbált ki, azt nem most kell már kipróbálni, hanem majd kipróbálja akkor, ha nagypapa lesz, de azt majd unokával együtt már lehet, hogy jobban elnézik neki, amikor valaki idősödő papika ott kipróbálgatja a rollert. Erősek vagyunk! És minden... Egyszer sem bírod átugrani azt a kötelet, te! Győző! Jó! Na, jó van. Be van fejezve. Vissza. Köszönjük szépen. Én is azt mondom. Ezt most megveszük, amit kiválasztottatok, vagy nem? A roller kell nekem, meg ez a ugraló. Na. Már elnézést kérünk, hogy ilyen rumlit csinálunk, de a gyerekeket beengedték a paradicsomba, azt örültünk magunknak. Hát kérdezzek ma olyat, nem azért, ezt... mintha nem lett volna gyerekszobánk, csak... Mi volt gyerekszoba? Hogy ne lett volna? Ne, Vladikor, nekünk nem volt, én anyammal laktam 20 éves koromig. Neked volt gyerekszoba? Lábast aludtam puttyóval, rendes agyunk nem volt. Hát nekünk se volt agyunk, én úgy aludtam Zsoltra, Zsolt aludtam matracon, én még lenne szálmam. Ennyi. Azt mégis felnevelődtünk. Aja, föl. Felbír szalni? Hol a cipőm? Hát a nadrág. Hát maradom a cipőt, légy szíves, Bea. Jó. A faj a hasa. Na ezt kell adni fajna, görcsön, ez akkor görcsön, amikor ő akar. Ha nem megy miattak tönkre. Termusz. No. Na mit akarsz, ma labdába jól tudnál sportember lenni? Én nem vagyok sportember. Ha nekem nem vettél a szerkóte? Itt van, azt hozom. Felkértek engem egy országos cigány focira, ahol el kell indulnunk 5+1 emberrel. Jövő héten lesz, és hát edzeni kéne. És arra gondoltam, hogy te legyél a... Mi is várja, vagy te legyél a futár, vagy mi legyél? Hátvéd. De hogy hátvéd, kell. Jaj, engem előre akarsz tenni? Előre. Jó, de akkor én leszek a főnök elő. Hogy van kedve? Hát fotbalozni nem fotbaloztam 38 és fél éve. Megpróbál se labdót, anki szaltgálni. Azt mondod? Igen, igen, igen. Fél le. Nem tudom, hogy Győző ezt komolyan gondolja, és komolyan elvállalta ezt a focizást. Mert ha ő ezt elvállalta, nagyon nagy bajba vagyunk. Hogy szóltam ma a Zolikának, hogy jöjjön ki, meg Emilnek, no. És akkor így lennék négyen, meg még két embert kéne szereznünk. Zolika, Emil, te, én. Tudod, több ember kell. És akkor a nevünk az az lenne, hogy Győzike, GSE, vagy GSC, GSC. Miért Győzike? Miért nem MC Zsolti és csapata? Mindig Győzike? Nem vagy ma egy kicsit sok? Nem vagy ma kicsit sok? MC Zsolti és a csapata. Sokkal jobban hangzik. Miért? Nem hát ezt kitaláltad, akkor ma biztos úgy lesz. Nem az kellett volna? MC Zsolti és a futball csapata megindultad. Nézd meg én. Na. Nem leszek többet pásztor, adja le! Csak így lennék, nézd! Hopp, 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 hopp! Így, hopp! Gyere, érte, gyere! Egy kicsit, bum! Hopp! Mondom, ide figyelsz rá! Hopp, várja! Na, ma nem haragszolak! A képé ma nem haragszol! Na, anyám a franca képet! Elloptad, osz kész! Tolvaj vagy, osz jó van! Most már nem tudod magad róla volna! Mi volna a tolvaj? Megszereztem! Na jó van, menj el! Megyek el, huborkát rakunk be! Nem jössz ke telepre? Mit raksz be? Huborkát! Huborka még ilyenkor nincsen. Na most vettünk. Na, vedd fel ezt a pólót, addig jönnek Zolikaik is. Ebbe a pólóba? Na. Zsoltinak nem bocsájtottam meg azt, hogy ellopta a festményemet. És nem is fogok neki megbocsájtani, mert a jóisten ezért tudja, hogy mit kell tenni. Ez ennyi lehet örökre? Hát örökre, ezt neked vettem. Nagy lelkű vagy te. Tudunk-e ott anya, amik előtt értekezletet csinált a padon? Miért tudnom? Na, akkor oda kell Zolikaikot is hívni. És akkor csinálunk értekezletet.
Nézesi győzött! Ó! Oh, ott van a latad! Ez az! Jói! Papucs velem! Csaki, jó, hogy jössz, gyere Csak! Gyere ma! Jó van akkor! Következőre gondoltam, csinálunk egy foci csapatot! És szeretnék nekik aerobik órát tartani, de csak úgy, hogy te zenész! Úgyhogy el kell menned összeszedni a cuccodot, jó? Jó. És aerobik órát fogok nekik tartani, zumba óra. Jó van az. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a GSC első nagy taggyűlésén. Azért jöttünk ma össze, hogy jövő héten Székesfehérváron képviseljük Evelin Emil, ne kacsingassa ma! Kacsingatsz, brücsnasz, mint aki hangyas! Jó, akkor hova nézve? Na gyerekek, én most befejeztem veletek, én nem a csapatkapitány, nem leszek. Na csöndbe lesztek! Tudtok 5 percig csöndbe maradni? Na mondd el! Amennyiben nem fognak rám hallgatni, akkor ki lesznek rúgva a csapatból, mert egyszerűen ez felhaborító, hogy viselkednek. Meg kell tanulni rám hallgatni. A főnök én vagyok, és ez csapatmunka. De ne zavarjon ma azt téged, mondd ma, de legyél ma nyugodtan. Le vannak tapadva. Igazán van neki, így vagy, moré. Hát olyan, mint látsz, így van, elátszik a kettő. Jó van, tessék. Szédefik. Na, akkor még egyszer átszeretettel köszöntelek benneteket a GSC foci csapat nevében. A foci csapatunk jövő héten fog debutálni Székesfehérváron. Felkértek engem és csapatomat, hogy menjünk és képviseljük Nógrád megyét. Én arra gondoltam, hogy a kapuba Gáspár Győző, elő Gáspár Zsolt, két csatár Emil és Zolika, és mi 2 darab embert kell szereznünk. A mai nap azzal fog elmenni, hogy igen. Ez kispályás, nagypályás. Most akartam mondani, Zolika, ez egy kispályás edzőmérkőzés lesz. A mai nap azzal fog eltelni, hogy edzeni fogunk. Emil, elmondhatom! A mai nap azzal fog eltelni, hogy egy edzőmérkőzést fogunk egymás ellen csinálni. Én leszek a testvéremmel, ti ketten. A holnapi nap nagy meglepetés van rátok. Elindulunk Debrecenbe, a debreceni új stadionba. Naptár fotózáson veszünk részt, ahol 4 darab bomba nő körbe fog minket venni fürdőruhába. A bomba, mi hogy leszünk? Csókolóztam velük, nektek volt baj, nekünk még nem volt baj. Beszélhetek, megengeditek, utána felteszem a kérdést, hogy lehet beszélni. Mondd el. Holnap elmegyünk Debrecenbe a stadionba, és naptár fotót fogunk készíteni. Kakast fogunk fogni? Debrecenbe kakast? Jó van, oké. Balé, moré. El fog dőlni. Jó van. Hát még egyszer valaki megszólal, komolyan mondom. Jó van. Ha még egyszer valaki megszól a seprővel velemre, mehet? Mehet, igen. Tovább. Elmegyünk holnap Debrecenbe, egy fotózáson veszünk részt, de előtte elviszlek titeket. Ide jut fel a szaga csizmába a bűze. Aurómaló, olyan büdös. Olyan bűzsénk. Gyerekek, hogy nem fejezhetek be egy... Nagyon büdös. Mondatot! Hogy nem fejezhetek be egy mondatot! Mindenki mondja meg otthon a feleségüknek, hogy 2 napig nem leszünk itthon. Edzünk és edzünk és edzünk. És ha azt akarod tudni, 4-től 6-ig edzünk. 6-tól 7-ig pihenés van, és 7-től 8-ig pedig futunk. Zsolti, én külön szervezek. Most azt szeretném tőletek megkérdezni, igen? Hogy van-e otthon nagyon kényelmes sportfutócipőtök? Honnan lenne? Vagy pedig csizma? Csizmában, olyan van. Virítós kenyeretesünk szerdától szerdáig. És akkor a csizmába jönnétek? Igen. Mert még ilyen sem volt Magyarországon, hogy csizmába vagyunk. Hogyha itt el van valaki, nevettetem ki magam. Miért nevettessük ki magunkat? Én ebben megyek, Emil. Én olyan leszek a pályán is, mint... Anyám is izi... Nem engedni. Nem, mit nem anyád? Én olyan leszek a pályán is, mint ott az állatoknál. És az állatoknál is olyan vagyok, mint a pályán. Te egy állat vagy. Én egy állat vagyok. Oké. Okay. Én egy jó, nagy bárány vagyok. Anya bárány. Te tudod mi vagy? Nem anya bárány, egy anya szomorító. Egy anya szomorító. Lehogy sülj egy zirka. Mare, téged el kéne vinni személyzetre. Mi? Hát nem látod ki? Á, így azt mondja. Reggel felkeltem, tiszta csipa voltam. Be van gyulladva a szemeim. Úgy szedtek neki, Emil, a csipa. Na most akkor mit csinálj? Egy előre kettő. Egy. Ilyen. Kettő. Mindenki bemegy. Három. Négy. Öt. Ez igen. Hat. Jó csinálja. Nehogy lelökjette még. Na, kezdjünk el. Emeld a lábad, és Emil, arra kérlek téged, hozd ide a labdát, és egymásnak dobáljátok a labdát közben. Nem dőlünk itt, dobáld a labdát. Emil, dobáld a labdát! Győzőm, sokan megszülök. Álljunk meg, Csaki! Győzőm, sokan megszülök. Gyere ide, Zsolti! Gyere ide! 20 fekvő támasz! Gyere! 20 fekvő támasz. Mehet! 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Én már megszoktam, hogy győzőtől
hogy ő a főnök, a legvégén meg úgyis éljövök ki belőle, mert én veszem át az egész csapatot. Hagy főnökösködjön, hagy élvezze, hagy ki a bajon, a csapat úgyis hozzám, én leszek a csapat igazgató. Azt akar, adjad neki, szedjed neki, dobjad neki, adjad neki, ez az, szedjed, 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 gyere elmény, ez az, csak a tegete, 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 így az, szedjen, szedjen, gyere, és, meg kell mutatni, Emil! Nagyon jó! Ez az Emil! Jó levesen, csuk a fejet! De Zoli, nagyon jó! Győzi, rúgj egyet! Hát iskola én vagyok! Fixe, olyan voltam, mint X-Men. Hallod? Javier, Dr. Javier! Ja! Ja! Sinter Ronaldo! Jó, go! Sinter Ronaldo! Ja. Legyen a nevem Sinter Ronaldo! Sinter Ronaldo, ja! Gyerünk, Sinter Ronaldo! Sinter Ronaldo, ez az! Ott van, ja! Tessék! Sinter Ronaldo-t nevezitek ki! Azért vállalom az egész procedúrát, mert szeretem a kihívásokat. A kihívásoknak élek, szeretem azt, mikor új dolgokat kell megvalósítani, és ki tudja, lehet, hogy még én leszek a második David Beckham Magyarországon. Nem kizárt. Ezt berúgom. Rúg be. Én mi maradnánk itt egy órát, ugye Emil? Hogy edzésben egy dobjad légy. Már nem is egy órát, legalább egy fele. Na maradjatok, nekem mennem kell. Én nagyon szépen köszönöm, holnap találkozunk, akkor reggel jövünk. Hát azzal kezdjük, hogy földíszítjük a turnébuszt. Igen. Földíszítjük a Győzike GSC, mindenki megkapja a melegűtét és irány Debrecen. Adjuk meg a labdát. Ez nem lesz, csak ha adott legyen a meccs, a miénk, a kupa miénk legyen a kupa. Ennyi. Hajrá! Hey!